A városunkban élő írónőnek, Komlós Kingának idén jelent meg a 7. könyve. Januárban le is adtam a kiadóhoz, ugye szerkesztésre, nyomdai munkálatok ilyenkor elkészülnek, és akkor a 95. ünnepi könyvhétre, tehát 2 héttel ezelőtt jelent meg a legújabb könyvem, ez a Szerelem luxus kivitelben, második része, ami a Kentucky alcímet kapta. A legelső könyvét még fogadásból írta egyetemista korában. Az azóta megjelent 6 kötete azonban meghozta számára a sikert. Kinga első könyvsorozata a 3 kötetes Eszement alkuk romantikus krimi történet volt. A végzetes alkú, a csábító alkú és a végső alkú, az ilyen romantikus krimi sorozat volt inkább jobban. És ez is romantikus, ebbe már úgy kicsit ilyen mélyebb dolgokba is belementem, inkább ilyen drámai dolgok is vannak benne, ugye, mert itt szó van ilyen besátültetésről, meg mindenféle dologról, úgyhogy egy kicsit ez ilyen érzékenyebb téma volt. Ez arról szól, hogy van egy egyetemista lány, akinek az édesanyjánál veseelégtelenséget diagnosztizálnak, de olyan súlyos stádiumban van már, hogy mindenképp szükséges neki vesét kapnia. Folyamatosan dialízisekre jár, és ugye ez pénzbe kerül. Közben a lány is egyetemre jár, de ugye, hogy az édesanyját ápolja, sokszor kórházban dolgozik mellette, hogy ugye meg tudjanak élni a plusz kiadások mellett, ezért az egyetemet is 1 évet így elveszített, és akkor a következő éve már fizetős lesz neki. És akkor így kipattan a fejéből egy ötlet, hogy ilyen áll, nagyon fontos az álljelző, áll öröm lány lesz, és ott találkozik a férfi főhőssel, és akkor onnan indul az ő történetük, ami folytatódik ebben a második részben. A Szerelem luxus kivitelben című mostani 2 részes sorozatának első kötete Chicagóban játszódik. A második, befejező kötetben a sorsuk azonban Kentuckyba sodorja a szereplőket. Mind a 2 részben feltűnik mind a 2 város, de az első részben ugye Chicagóban játszódik jobban a történet, ebben a másodikban pedig Kentuckyban, mert ugye itt van egy mellékszál, ami ebben ide kötődik, ebben kapcsolatos. De nem folytatása a második az elsőnek, vagy igen? De igen, tehát erősen függő véges az első rész, és akkor így... Igen, ott folytatódik. Egy újabb vese? Nem, itt folytatódik még. Tehát ugye nem akarom lelőni a poén, de hogy az első részben megismerkednek, és akkor kiderül, hogy ki lenne alkalmas ugye donornak, és akkor hát végül is a főhősnek az édesapja lesz az, és akkor így itt már ebben az van, hogy tudják, hogy ki a donor, ugye, hogy megtörténik-e a műtét, illetve hogy hogyan alakul a főhősök kapcsolata egy ilyen megdöbbentő és tehát furcsa élethelyzet kapcsán. Tehát most nem olyan mindennapi dolog, hogy én odaadom a vesémet valakinek, vagy épp az apukám, meg az se, hogy én kapok, vagy az én anyukám egy vesét úgy mástól. Tehát ez így picit így ilyen drámaibb helyzetet szül. Ugye szerintem még 1 év se telt el a 2 kötet megjelenése között. Vagy igen? Nem, mert pont tehát ennek az első része a 94. ünnepi könyvhéten dedikált, ez pedig most a 95-én, úgyhogy pont 1 év. Mesélj nekem arról, hogy tudsz egy ilyen könyvet 1 év alatt megírni. Hát ugye, hát nem mondom azt, hogy könnyű nyilván, mert ugye van munkahelyem, egyéb tevékenységeim, van háztartás, gyerekek, és mindig azt szokták kérdezni, hogy éjjel írok-e. De nem írok éjjel, mert nagyon szeretek aludni, de igyekszem. Tehát tényleg egy fél év alatt írok meg egy könyvet, meg egy fél év, amíg ugye még a kiadónál van körülbelül, tehát így 1 év alatt születik meg végül is egy ilyen kézzelfogható könyv, nálam legalábbis. Kinga június 15-én az ünnepi könyvhét keretében Budapesten a Vigadó téren dedikálta a most megjelent 7. kötetét. Idén nagy érdeklődés övezte a könyvhetet. Nem csak nálam voltak többen, hanem az egész könyvhéten, tehát sokkal-sokkal több ember jött bőröndökkel, hátizsákokkal megpakolva, tehát én is sokkal több könyvet dedikáltam, és nagyon-nagyon jó érzés volt. És nagyon-nagyon felemelő, amikor régi olvasókkal is találkozok, újakkal, meg az is, hogy a szerzőtársakkal is ilyenkor jobban tudunk ugye találkozni, meg a kiadó munkatársaival, de hogy új szerzőtársaim is vannak, és hogy velük is megismerkedhettem. És most például. Igen,
igen, jókat beszélgetünk, igen. Nem csak az olvasókkal? Nem csak az olvasókkal, hanem a szerzőtársakkal is, így van. És akkor eszmecserélünk is, hogyha úgy van. A könyveink, tehát általában beszerezzük egymás könyveit, és akkor azt is elolvassuk, utána véleményezzük, segítjük egymást mindenféle szakmai, vagy akár emberi dolgokkal kapcsolatban. Az idei ünnepi könyvhéten is kiderült, hogy az olvasók nagyon szeretik Kinga könyveit. Az előzőről is érkeztek pozitív visszajelzéseim, nyilván van negatív is most, hogy valakinek mondjuk rövid volt, hosszú volt, sok minden történt benne, kevés minden történt benne, ezt embere válogatja. Nincs olyan, hogy egy könyv, vagy egy film, vagy bármi mindenkinek tetszik, és szerintem ez így van rendjén. Azt szoktam mondani, hogy a csokitortát is mennyien szeretik, de van, aki nem például. De már a második résszel kapcsolatban is jöttek vélemények. Ugye voltak előolvasóim, ugye ilyenkor mielőtt a kiadóhoz leadunk egy kéziratot, akkor a férjem nálam mindig az első előolvasom, ő segít a javaslataival, tanácsaival, ötleteivel, és ez ő mellett még volt 4-5 előolvasom, akik szintén segítettek, hogy olvashatóbb legyen a történet, vagy hogy fogalmazzak át esetleg mondatokat, és akkor utána pedig már az ünnepi könyvhéten, akik beszerezték, tőlük is már kaptam visszajelzést, pozitívakat, illetve akik előrendelték a kiadótól a könyvet, ők már a könyvhét csütörtökön volt, és ők már előtte kedszerdán megkapták a könyveket, és valakivel onnan is visszajelzett. Kinga a kezdetektől az első könyvkiadójánál, a Gyémánt Felhő könyvkiadónál van. Ők adták ki mind a 7 kötetét. Az írónő elmondta, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol velük. 2018-ban kerestem fel a Gyémánt Felhő kiadót, ugye előtte Enfülöp Beátával, kiadó tulajdonossal és akkori kiadóvezetővel már beszélgettem, olvastam több kötetét is, és akkor felvetette, hogy neki van egy kiadója, hogyha esetleg valamikor könyvírásra adom a fejem, akkor szívesen lát. És ugye nekem megvolt már akkor ez a Szerelem Dominikán történet, amit elővettem, kicsit átírtam, és akkor elküldtem 2018-ban a kiadónak, és akkor 2019-ben az akkori 90. ünnepi könyvhéten jelent meg akkor az első könyvem. Kinga 2020-ban és 2021-ben Duganics András irodalmi díjat nyert, 2022-ben pedig Gyémántól díjas szerző lett. Amikor Kingát arról kérdeztük, hogy most mind dolgozik, elmondta, hogy az első kötetét, vagyis a Szerelem Dominikánt szeretné kicsit átdolgozva újra kiadni. Most az első könyvünket szeretnénk a kiadóval újra kiadatni, bővített kiadásba, átszerkesztve, új borítóval, ezt még nem tettem közzé az oldalamon, de akkor most így, aki látja. Elemenjük fel ennek az első kötetnek a történetét, hát ha van olyan kiskörösi, aki még ezt nem hallotta, mert szerintem nagyon érdekes története van, főleg most, hogy újra. A Szerelem Dominikánnak? Igen. Igen, igen, ezt ugye, hát, ugye már ezt is többször elmondtam, hogy fogadásból írtam ezt a könyvet a főiskolán, és akkor ahol kinyílt az utazási katalógus, azt a helyszínt választottam, és ez a Dominikai Köztársaság volt. Itt arról szól, hogy a főhős és a főhősnő egymásba szeret, de a férfinek az édesanyja egy régi titok miatt ellenzi a kapcsolatukat, ami ugye ebben a könyvben kiderül, hogy az micsoda. De közben ugye viszontagságok is történnek a szereplőkkel, a főhős például hajótörést szenved, és sokáig azt hiszik, hogy meghalt, de végül előkerül. Nagy munka, mert az első kötetet azt úgy írtam, ugye nem is lett olyan vastag, nem is dolgoztam akkor még ki annyira a karaktereket, meg így a történéseket, tehát nyilván az első könyvet az úgymond esélytelenek nyugalmával adtam ki. Tehát úgy voltam vele, hogy kiadom, és nem is gondoltam volna, hogy még 6 könyv majd itt érkezik utána, és azt Eper 3-ba írtam. A többi könyvemet pedig már mind Eper 1-be, elkülönítve a szereplőknek a gondolatai. Tehát ugye általában, vagy hát úgy vannak felépítve a könyveim, hogy Eper 1-ben férfi-női gondolatmenetek, és akkor úgy vannak külön felírva, hogy mindig tudjuk, kinek a fejében vagyunk. Komlós Kinga írónő Kiskörösön is szeretné bemutatni új könyvét, a Szerelem luxus kivitelben. Augusztus 1-én 17 órakor a könyvtárban író-olvasó találkozó lesz, ahová Kinga nagy szeretettel várja az olvasóit és az érdeklődőket.